Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. Az LG az OLED TV-k piacán vezető szereplő, és nem titok, hogy nálam is egyébként egy LG OLED TV van itthon. Gyönyörű a képe, barátságos a felület, és a távirányítóval is könnyű navigálni. Na most képzeljétek el ugyanezt az élményt egy projektorral. Ez itt az LG Cinebeam HU810PW lézer projektor, 4K felbontással, elképesztő színekkel és elképesztő fényerővel, na meg 1.250.000 forintos árcédulával. Körülbelül. Az árhalatán valószínűleg a nézők 70%-át el is veszítettem, de hogyha esetleg téged érdekel, hogy mit tud egy ilyen profi cucc, akkor tarts velem! Nálam eddig mindössze egy mini 720p-s projektor volt, szóval nem igazán tudtam, hogy mire számít csak ettől a 4K-s modelltől. A kicsomagolásnál az első gondolatom az volt, hogy na azért elég nehéz, konkrétan 12,5 kg, meg hát, hogy láthatjátok, elég nagy is, és amúgy a doboz képe is alig fér bele a képbe. Tartozéként egy tápkábelt és egy Magic Remote távirányítót fogunk kapni elemmel. Külső szempontjából kifejezetten egyszerű a képlet, oldalt szellőző nyílások vannak, matt, fehér a felület, szögletesek a formák, annyira, hogy egyébként az LG csomagolt is 4 sarokvédőt, mert hát fájhat, hogyha neki mész. Az optika alatt lesz egy zoom, illetve egy fókusz szabályzó, oldalt felle, illetve oldalirányba is eltolhatjuk a lencsét, alul a két lába kitekerhető és ezáltal megemelhető a projektor, hátul pedig a különböző portok lesznek, egy tápcsatlakozó, egy darab HDMI 2.1, kettő darab HDMI 2.0, kettő USB 2.0, egy optikai port, illetve egy Ethernet csatlakozó. Itt kapott helyet egyébként a vezérlő joystick is, ami egyben a bekapcsoló gomb, de gyakorlatilag ugyanazt a Magic Remote távirányítót kapjuk hozzá is, mint az LG OLED TV-khez, csak éppenséggel fehérben, ráadásul ennek háttérvilágítása is van. A felhasználói felület teljesen ugyanaz, mint amit az LG TV-knél már megszokhattunk, WebOS 5.0-át futtat, a távirányítót pointerként is használhatjuk, vannak rajta különböző gyors gombok, amivel például egyből állítható a hangmód vagy éppen a képmód, amiket ugyebár a TV-knél már megszokhattunk, előbbiből egyébként én az AI Soundot használtam a tesztidő alatt, és tudniillik van 2 darab 5 wattos hangszóró is benne, ami hát házi mozi élményt nem kínál nyilvánvalóan, de ahhoz képest egyébként nem rossz. Azt hittem, kinyírod a fickó. Tényleg? Inkább ő, mint én. A képpontok között annak megfelelően váltogathatsz, hogy mit nézel. HDR 10 tanúsítványa is van a projektornak, tehát HDR filmeket is nézhetsz akár rajta. Az összes közül a HDR-nél vagy a Filmmaker módban kapod a legmélyebb feketéket, de persze ez valamelyest a fényerő rovására fog menni. Természetesen van teljesen manuális beállítás is. Attól függően, hogy te milyen környezetben használod, persze továbbra is érdemes besötíteni, hisz projektorról van szó, de van 4 iris módunk, vagy iris módunk, amivel a környezetnek megfelelően lehet optimalizálni a megjelenítést. A beállításokon belül fontos menüpont a PJT üzemmód, így tudod beállítani, hogy a kép például megforduljon vagy tükröződjön, hogyha mondjuk a plafonra van rögzítve a projektor. Mivel van rajta USB is, így a pendrive-on lévő filmeket is le tudod rajta játszani, illetve hát ugye alapvetően ez az eszköz felér képességekben egy Smart TV-hez, tehát Wi-Fi képes, elérhetők rajta a különböző streaming szolgáltatások, mint például az Amazon Prime, a Netflix, a YouTube, a Twitch, és egyébként AirPlay támogatás is van, tehát az Apple eszközeink képét gond nélkül ki tudjuk rávetíteni. Beszéljünk egy kicsit a képalkotásról, és úgy alapvetően a technikai részletekről. A Cinebeam 4K UHD lézerprojektor nevéből adódóan lézeres technológián alapszik, ami alapvetően nagyobb fényerővel, illetve kisebb hőtermeléssel jár. A fényt egy kettős lézer bocsátja ki, van egy vörös, illetve egy kék lézerdiódánk benne, illetve egy zöld foszforkerék. A natív felbontás 3840x2160 pixel, a maximum fényerő pedig 2700 lumen, szóval tényleg nagyon fényes. A lakásom nem feltétlen ideális egy ilyen projektorhoz, egész egyszerűen nincsen akkora szabad homogén felületem, de hogyha esetleg te házimozi rendszerben gondolkodsz, akkor ez a projektor akár 150 hüvelykes képet képes kivetíteni, ha 4, illetve 7 méter közötti távolságra van a felülettől. Ha a filmeket, sorozatokat nézzük, vagy egyszerűen tévéznél, a fényerő és a színek gyönyörűek, egy projektorhoz képest nyilván, az egyedüli panaszom a kontraszt lenne, ebből a szempontból talán nem annyira erős. Ezt leszámítva a képélesség és egyébként minden más is nagyon szuper, akár a BX OLED TV-mhez hasonlítva. A HDMI 2.1 hallatán
felmerülhet jogosan a kérdés, hogy Next Gen konzolokkal mennyire használható. Természetesen működik velük, de ami nagyon fontos, hogy a projektor 4K 60 Hz-et támogat maximum, azonban 2K-ban, illetve Full HD felbontás mellett tudja a 120 Hz-et is. A Cinebeam viszonylag halk, egy jó hangrendszer mellett szinte észre sem lehet venni, a meleg levegőt pedig a bal oldalán fogja kiadni magából. Szóval, mire volt jó ez az egész, és egyáltalán kinek jó ez a cucc? Az LG ezt a Cinebeam 4K lézerprojektort bármilyen meglepő is hihetetlen, de otthoni felhasználásra is javasolja, akik ugye efféle autentikus mozi élményt keresnek, és noha egy kisebb vagyonba kerül, de hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerülnek akár a 83 hüvelykes 4K-s tévék, akkor már is nem olyan durva ez az ár. Hogyha esetleg van, vagy tervezel egy mozis, akár gamer szobát, akkor nyilván ezzel nagyon szuper lesz az élmény, de persze a legtöbbek számára továbbra is a tévé az ideális és megfizethető. Tehát, a videó célja az volt, hogy megismertessem veletek, hogy nagyjából mire képes, nyilván jöhetnek a kommentek, hogy ennyi pénzből XY-t veszek. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és köszönöm szépen az LG-nek, hogy kipróbálhattam ezt a projektort. Sziasztok!